Jó estét kívánok, Párizsában, de a beszélgetés sorozatunk azt a címet viseli, hogy nyáresti cserej. És hát ilyenkor így tudunk igazodni az esti előadásokhoz, mivel hát nem mondom azt, hogy így alig több mint egy óra múlva már a művésznőt a színpadon láthatjuk, mert igazából a beszélgetésünk utáni egy órával. Tehát a kérdés, az első kérdés, nagyon profán. Mit tenne most, ha nem itt lenne? Ez udvariasan úgy hangzik, hogy egy vidéki fellépés alkalmából mivel telik ez az időszak a fellépés előtt, és ez az időszak konkrétan, mert gondolom a bejárás, a próba az már megvolt, ilyenkor, tehát most mit tenne, ha nem ott tenne? Szerintem most valószínűleg vacsoráznék valahol, de mivel ezt tudtuk, hogy ez lesz ez a mostani beszélgetés, ezért kicsit korábbról indítanám a mai napomat. Eltűntünk a családommal a fürdőbe, és egy picit megcsobbantunk még a délelőtti, hát azért elnézést kérek itt a kicsit szélfutta és csapzott megjelenésért, de erre már sajnos nem volt időm, hogy... Én nem a társulattal jöttem, mert az én párom, ők szabadkai születésű, és most így onnan jöttünk, hát ami egy picivel rövidebb, mintha Budapestről jöttünk volna, nem sokkal, de egy picivel igen. És akkor hamarabb ideértünk, egyet csobbantunk a fürdőben, ők még ott maradtak, én eljöttem, bebejártuk a színpadot, eljátszottuk az előadást, csak így fölpörgetve, ilyen gyorsan, hogy megnézzük, hogy mit, hogyan kell a mi színházunkból átadoptálni ide, és akkor most van ez a beszélgetés, aztán nem sokára megyünk, ha ennek vége van, akkor már mennem kell vissza az előkészületekre. Uh-huh. És mennyiben más a gyulai játék? Az első akadály, amit át kell ugrani, a szó szerint ez a vizes árok, mert ugye a kamrában ez egy ilyen stúdióprodukció, ami azt jelenti, hogy a legelső néző, az elsősorban a ülő néző, az a színésztől kb. 30 centire van, tehát nagyon közel és nagyon intim a tér. Itt meg ugye van egy óriási nagy nézőtér, egy 500 fős, ami nálunk általában a nagy színpadnak a nézőtere, a kamrának olyan 100 fős körülbelül, és azt elválasztja ez a nem tudom hány méteres vizes árok a színpadtól, tehát ezt már átbeszélni, plusz azt, hogy az egy pici tér, ami le van fedve, teteje van, tehát az a hangot is sokkal inkább lejjebb viszi, itt meg szétszóródik minden, tehát lesznek benne ilyen térmikrofonok, de az ugye ugyanúgy felerősíti a szélnek az ugását is, mint a mi beszédünket, úgyhogy kicsit olyan az érzésem, mint amikor a Szegedi Szabadtéren játszottam, hogy az a nagyobb szabású színészetre van szükség, miközben egy kamaraprodukció. Hát mi is így kíváncsian várunk. Az első alkalom ezzel az előadással, hogy máshol játsszuk, mint otthon. Ez egy friss darab, tehát ezt... Na, hát nagyon jól tudod. Úgyhogy tulajdonképpen most mutatkozunk meg először más terepen, mint ami nem a miénk. És beért már? Jaj, de hogy is. Hogy nem ér be a premierre egy előadás. Hát egyáltalán nem. Sőt, ebben most, ha minden igaz, lesz meg benne ilyen helyspecifikus ötletek és poénocskák. Meglátjuk, hogy mennyire fognak működni. Igen. Hát ugye rengeteg olyan kiszólás van a darabban, ami ugye nem a Shakespeare szöveg, hanem egy csomó ilyen mindenféle agymenés. Igen, az Ávada Péter szövege. És hát most lesznek, ha minden igaz, egy pár ilyen kis helyi. Hát meglátjuk, mennyire leszünk bátrak, hogy ezeket előhozhatjuk-e, vagy nem, de ötlet, vagy a rendezőnek van egy ilyenfajta biztatása, hogy nyugodtan próbálkozzunk ki, kicsit így lazítani a gyeplőn. Miközben az ember dolgozik egy előadáson, és dolgozik egy karakteren, de mondjuk most még először csak az előadáson, mennyiben ismeri meg másként az adott művet, mint ahogy mondjuk... nem akarok feltétlenül erre hivatkozni, de ezt teszem, mint mondjuk bölcsész hallgató korában. Tehát mondjuk egy Shakespeare az egy elég klasszikus, aki valamennyire is foglalkozik irodalommal, színházzal, el tudja helyezni a korban, el tudja helyezni a többi mű között. Milyen módon kap így más olvasatot ugyanaz a mű? Hát talán azt, hogy egy személynek a személyes belső motivációi mentén gondolkodik színészként, hogyha ez a kérdésnek a lényege. Tehát, hogy mondjuk ezt a bölcsész párhuzamot fölhoztad, hogy amikor bölcsészként olvastam még 100 évvel ezelőtt egy művet, akkor sokkal inkább az egészét néztem, megpróbáltam abba a korba elhelyezni, mert mit tudom én, ilyen történelmi, meg irodalomtörténeti témákat kutattam fel. Itt színészként pedig az a kérdésem mindig, amikor egy művel találkozom, hogy mit akar, miért akar, kit szeret, kit nem szeret, itt éppen kivel van jóba, kivel van rosszban, mik a szándékai, mikor beszél őszintén, mikor beszél mellé. Tehát én nagyon alap és primér emberi kérdéseket teszek föl ilyenkor. Tehát nem az egységet nézem, hanem csak is kizárólag a szerep
rappemnek a mozgatórugóit próbálom. Ezt a mondatot miért mondja? És akkor, hogyha erre kapok egy érvényes választ, akkor az már tovább tud vinni egy következő kérdéshez, vagy igen. Tehát mivel, hogy nagyon sokféle sorssal találkozik, nagyon sok életet, helyzetet lát, hogyha civilként néz az emberekre, akkor is észreveszi a játszmákat, észreveszi azt, hogy mondjuk ki hol tart az életében. Hát remélem, hogy igen. Tehát remélem, hogy egy picit jobban olvasom az embereket azáltal, hogy tényleg már 20 éve ezzel foglalkozom. Hogy van egy szemem arra, hogy most ki... Tehát egy bizonyos mondat alatt, milyen szöveg alatti történések vannak két ember között. Nagyon szeretem is figyelni, nagyon szeretek például úgy elmenni, nyaralni volt, és erre sajnos, hát nem sajnos, hanem be kell vallanom ilyen példa, hogy napszemüvegben ültem, és kiszúrtam magamnak, hogy egy iszonyatosan érdekes pár ül mondjuk tőlem arra, és akkor azért, hogy ne vegyék észre, azért így tartottam magam is, mint hogyha nagyon koncentrálnék és beszélgetnék valakivel, de közben végig azt skubiztam, hogy ott mi történik, mert sokkal izgalmasabb volt, hogy két ember között éppen, és te elképesztő sztorikat tudtam így kitalálni, és néha persze kitaláltam, de néha meg azt éreztem, hogy na most ezt jól láttam, és most tényleg az van, mindjárt összevesznek, mindjárt föl fogja a csaj borítani az azt. Hát hogy ne? Két ember, hogy milyen viszonyban van ez a házasság, ez a kapcsolat, ott van egy gyerek, és az a gyerek éppen mennyit szív ebből a feszültségből, amit a szülők között lehet látni. Persze. És hát ez nagyon izgalmas, és hát igen, tehát végülis ebből dolgozom, tehát ezt muszáj is így kihasználni ezt a helyzetet. Uh-huh. Ha már vigyázzanak bennük. Ha nem az, hogy megben ülök, akkor nem, nincsenek biztonságban, hogy egy bármilyen színész. Ha már így az elemzések szóba kerültek, akkor... Tudjuk azt, hogy vannak olyan iskolák az egyetemen, olyan tanárok, akik azzal az elmélettel dolgoznak, hogy szétszedik a hallgatót, a beszédét, a személyiségét, és aztán megteremtik, vagy újjáépítik. Úgy tudom, hogy te a szerencsésebb változathoz tartoztál, mert hogy a te tanárod azt hozta fel, vagy azt domborította, ami már eleve meg volt, és ami pedig így lappangó készség volt, azt pedig felszínre hozta. És épp ezért a főiskolám, az egyetemen nagyon a karakterettől elütő szerepeket játszottál, tehát a mosogató lánytól a mindenféle előnytelen figurát, és nem tudom, hogy ez milyen segítséget jelent neked a mában. Tehát tanultál, adott ez neked akkor ott olyat, amiből még ma is profitálsz akár? Hát talán igen, én szeretném azt gondolni, hogy igen. Eleve az, hogy egy figurához bármennyire legyen az mondjuk sematikusan megírva, vagy mondjuk tényleg, hogy egyszerű példákat mondjak, hogyha mondjuk Júliát játszanám, soha nem játszottam, nem is fogom valószínűleg, de hogy mégsem az ilyen sztereotíp, ártatlan, naiva karaktert képzeljek el, mindig megkeressem annak a fonákját, amitől nem egy ilyen egy síkú és nagyon egy vágányra járatott figura legyen, hanem mindig minél izgalmasabbakat tudjak beletalálni, mert attól lesz egy komplex ember. Mert akkor nem lesz izgalmas, akkor nem lesz unalmas és kiszámítható a néző. Se, hanem mindig valamilyen szinten meg kell szerintem lepni, hogy ne legyen egy percig sem unalmas az, amit ő csinál. A másik, ami meg mondjuk az embernek az öniróniáját, meg a saját magával való humorát ébresztette fel ez a fajta képzés, hogy soha ne higgyük ezt, hogy most királylányok vagyunk, vagy tragikák vagyunk, vagy mit tudom én, démonok vagyunk, hanem mindig legyen egy rálátásom arra, hogy ez most csak olyasmi, de közben ezt még lehetne így csavarni, úgy csavarni, szóval legyen egy picit egészségesen emberi az egész, és hogy nyugodtan lehessen nekem bármi kritikát mondani, mert attól ne sértő meg a színész, és ne kérje ki magának, hogyha kap egy instrukciót, mert sokszor látom azt, hogy vannak olyan színészek, akik kicsit nehezen veszik, hogyha a rendező kér tőlük valamit, és nem azt, amit ő eleve hoz. Ők azok, így nem tudnak próbálni? Hát, nem tudás, az sokféle összetevőből áll, de ilyen is van, akirevel nem lehet azért dolgozni, mert nem lehet hozzászólni, mert annyira el van telve a saját művészetével, és annak a tökéletességével, és nem lehet vele normálisan kommunikálni. Ez szerintem... Hát, jaj, lehet, hogy így hívják. Igen. Az Aglaja kapcsán, ami egy 2012-es film, mondtad azt, hogy innentől kezdve bármi jöhet. És hiszen olyan nehézségek voltak ennek a szerepnek a megformálásaként igények, hogy hónapok során tartó erőkészületek, és az embernek a saját
félelmeinek az átlépései. És az a, tehát hogy azt nem tudom, hogy, hogyha az ember átlépi azt az út, ami után azt mondja, hogy bármi lehet, még az is, hogy Romániában egy tenger fölött 5 méterrel lógatnak, úgyhogy közben nekem tériszonyom van, az ember vagy a színész az, aki dönt abban, hogy akkor most átlépem és legyen ez a feladat? Hát nyilván az ember, azért az mindig, szerintem abból dolgozom, szóval alapvetően egy ember vagyok, akinek ez a munkája, hogy különböző szerepeket eljátszom, és ezt jó esetben fölveszi egy kamera, vagy éppen egy nézőtér meglátja. Érdekes, hogy azt mondtad, hogy az ember dönt, mert épp arra gondoltam, hogy Ónodi Eszter fél a magasban. De a színész az ott volt és megcsinálta. Igen, az ott volt, de annak, hogy ott volt és megcsinálta, annak azért volt egy 3 hónapos felkészülése. Tehát nem az volt, hogy egyik nap azt mondtam, hogy én ezt nem csinálom, másik nap pedig megcsináltam, hanem az volt, hogy tehát nagyon okosan ezt felépítette egy stáb, hogy ezt hogy kell ezt a mutatványt ott elvégezni a levegőben, 15 méter magasan a cirkusznak a kupolájában egy karika gyakorlatot. És ezt tulajdonképpen abban a pillanatban már nyilván... Sokszor azt gondolom, hogy a színészek azok olyanok, mint a sportolók. Hogyha van egy jófajta edzés, vagy egy mit tudom én, az EB-n, ugye csodálatosan szerepelünk, ha van egy jó formaidőzítés, meg van egy jófajta ilyen edzőmeccsek, meg nem tudom mi, akkor tényleg nagyon szuper formát tud futni a válogatott meg a színész. Nekem nagyon jó formaidőzítésem volt erre a filmre, mert ott az első katasztrofális kudarcon, amikor a zsonglőr tanárom azt mondta, hogy ez biztos, hogy ez egy jó választás volt ez a csaj, mert hogy ez képtelen lesz. Onnantól eljutni oda, hogy a dublőr helyett is megcsináltam a számot, az szerintem nagyon jó fajta edzés, vagy nem is tudom, fölkészülés volt erre a versenyre. És nekem jófajta sportolói szerintem, ha sportoltam volna, akkor jó sportoló lettem volna, mert érzem azt, hogy jön az adrenalin, és érzem, hogy már kezd egyenesbe, a finishbe fordulni a, nem tudom, a futóverseny, ott vagyunk a célegyenesben, akkor ez valahogy nagyon fel tud engem... tehát az felspannol. Nem begörcsöltet, hanem az így inkább előre visz. Azt vettem eddig észre. Hogyan telik most a nyár? Munkásan telik a nyár. Most az Aranyélet című sorozatnak a második évadát forgatjuk már Gőzerővel. Ez egy elég hosszadalmas, egy majdnem 80 napos forgatási időszak. Április közepén kezdtük el, és augusztus közepéig tart. Én nem vagyok persze minden nap, hiszen most is itt vagyok, de azért elég sokat vagyok. Úgyhogy hát lesz egy pici nyaralás, egy 10 nap, egy hét, de aztán majd augusztus végén talán lesz még egy picike. De hogy ez a fő fókuszban most ez van. Ha jól tudom, aki megszokták, hogy nem olyan régen töltöttél itt egy hétvégét. Igen. Tulán, és nem tudom, hogy... Tehát ez, azt gondolom, hogy a gyulaiakat, meg mindenki, ahol épp él, olyan izgalmasan hallgatja azt, hogy mások milyennek látják az ő közegét, az ő városát. Hát figyelj, én soha nem jártam még itt korábban, úgy emlékszem, és hát... Csodálatos. Tehát ez a kicsi, tényleg mint egy ilyen kis, nem is tudom, Amsterdam, nem Amsterdam, de valami holland városkára asszociáltam, ez a körös, ami tényleg így körbe-körbe kavarog, és akkor minden kis csatornák, meg nem tudom mik vannak, az csodálatos, gyönyörű. Hát eleve az, hogy van ugye ez a vár, és mellette van a várfürdő, szerintem egy fantasztikus kombó. Ez a tószínpad, ez nagyon nagy... Át lehet kiabálni, de amikor itt voltunk pont májusban, akkor azt néztem, hát, hogy hol fogunk játszani, mert tudtam, hogy jövünk. És hát néztem, hogy abban a kis pici hátsó szigetecskén, ami most egy ilyen öltöző bázis, nem tudom mi, ott a kacsa család táplálkozott a fűszó alatt, hát ez nagyon megkapó volt. Szóval teljesen jó emlékeim, vagy hát ilyen, hát azért is találtuk ki ezt a mai napot így, hogy akkor még kicsit nosztalgiázunk a fürdőben. Leküzdöttem egy félelmemet, egy újabb félelmemet. A kisfiam nagy unszolására 3-szor lecsúsztam a dupla csúszdán, Dupuláló. Tehát fú. Mondjuk ma is le kellett csúsznom, de most csak egyszer, hál' Istennek. És a dupla csúszdán, ugye az első alkalommal csukott szemmel csúsztam le. A második alkalommal már csak a sötét részben voltam csukott szemmel. A harmadik alkalommal már kiismertem nyitni a szememet, de nagyon rossz volt. És hát... ott fogsz szórakozni. Nyissák ki, mert akarok én. Nem, ez nem lesz így, de igen. Ez például egy nagy élmény, a Gyulához fűződik, hogy ehhez a csúszdához egy nagyon komoly önmagam átlépése. Erre büszke vagyok. Erre büszke vagyok én is nagyon.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek nagyon szépen köszönjük azt, hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, és javaslom azt, hogy tényleg találkozzunk egy óra múlva, és nézzük meg együtt az előadást.